Hölgyeim és uraim, főkapitány úr, elnök úr, igen tisztelt külföldi vendégeink! Először is szívből szeretném megköszönni a külföldi vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívásunkat és eljöttek erre a nevezzük nemzetközi konferenciára. Az Országos Polgárőr Szövetség mindent megtett annak érdekében, hogy ez a konferencia létrejöjjön és megtörténjen. Elsősorban azért, mert hagyományteremtő módon 2004-ben már tartottunk egy konferenciát, egy nemzetközi konferenciát, és az ott elhangzott tapasztalatokat, ismereteket az Országos Polgárőr Szövetség a munkájában hasznosította, és nyilvánvalóan nem titkolt célunk az, hogy a ma itt elhangzott információk, tapasztalatokat is szeretné a polgárőrség hasznosítani. A másik oka, hogy szorgalmaztuk ezt a konferenciát, hogy én személy szerint is, de a polgárőrségnek a vezetői is úgy látják, hogy a bűnmegelőzésnek a nemzetközi összehangolása szükséges. Egy kis túlzással azt mondom, hogy nem tűr halasztást. Ugye a bűnüldözésben, a rendőrségi nemzetközi együttműködésben nagyon sok tapasztalatot lehet szerezni, és jogszabályok kötelezik az állami szerveket, különösen az EU jogszabályok is az együttműködésre. Tehát van egy példa előttünk a civil szervezetek előtt, hogy mi is próbáljuk meg bűnmegelőzési területen a civil szervezeteknek a tevékenységét, a bűnmegelőző tevékenységét összehangolni. Tehát ugye cseréljük ki a tapasztalatainkat, adjuk át a megelőzéssel kapcsolatos információkat, és természetesen próbáljuk meg ezt felhasználni. A Magyar Polgárőrség partnere lenne ennek a folyamatnak, és mindent el fogunk követni annak érdekében, itt államtitkárról is szót váltottunk erről, hogy a Magyar Polgárőrségnek is a nemzetközi tapasztalatait köré kellene csoportosítani. Most ugye azért hangsúlyozom ezt, mert nekünk vannak konkrét tapasztalataink, és ezek a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a bűncselekményeknek egy jelentős részét civil módszerekkel, civil eszközökkel is meg lehet előzni. Így különösen, ugye, amivel a polgárőrség foglalkozik, az a vagyon elleni bűncselekmények területén tudunk jeleskedni, és ezen a területen érünk vagy érhetünk el jelentősebb eseményeket, de ide sorolnám a közterületen elkövetett jogsértéseket, bűncselekményeket is, amelyben tényleg komoly eredményeket érhet el a polgárőrség, a polgárőrjárőr, és amiről már itt szó volt országos főkapitány úr előadásában is, elnök úr előadásában is, az idős emberek sérelmére elkövetett bűncselekmények, jogsértések megelőzésében is tudunk eredményeket elérni. Nos kérem, nekem az a feladatom, vagy legalábbis önmagamra azt osztottam, hogy nézzük meg a Magyar Polgárőrséget, nem titkolt szándékkal, hogy népszerűsítsük magunkat, nem akarjuk exportálni a Magyar Polgárőrséget egyetlen más európai országba, vagy éppen Vietnámba sem, de azt gondolom, hogy figyelemre méltó mindaz, amit a Magyar Polgárőrség ebben az országban tesz. Tehát van Magyarországnak egy nagy létszámú, jól szervezett tagsággal és igazolvánnyal rendelkező civil szervezete, amelynek jelenleg körülbelül 60 000 tagja van, 60 000 tagja van, és 2000 egyesületben működnek ezek a tagok. Tulajdonképpen lefedjük az országot, települések kétharmadában működik polgárőrség. 24 évvel ezelőtt alakult meg ez a polgárőrség Magyarországon, lakossági és népi kezdeményezés kapcsán. És tulajdonképpen, ugye tegnap is a rendőrkapitányok részére volt lehetőségem egy előadást tartani, ez a polgárőrség akkor, amikor létrejött, akkor egy borzasztó nagy tömegű bűnözés zúdult rá Magyarországra, és ez a népi kezdeményezés törvényszerű volt, de joggal megkérdezhetik, hogy ha
1990-ben, 89-ben, 91-ben a nagy tömegű bűnözés miatt jött létre ez a polgárőrség, akkor miért működik 2014-ben? Kérem szépen, ennek nagyon sok oka van, de az egyik oka azt gondolom az, hogy a rendőrség nagyon gyorsan kinyújtotta a kezét a polgárőrség felé, és a rendőrség felismerte, hogy ez nem konkurencia, hanem egy segítő jellegű szerveződés, és tulajdonképpen a rendőrségnek az emlőjén működik ez a polgárőrség, amiről majd külön szeretnék még szólni. Hozzáteszem, hogy erről a polgárőrségről időközben már két törvény is rendelkezett, most van egy aktuális polgárőrségről szóló törvény, amely két igen fontos követelményt határoz meg. Az egyik követelmény az, hogy csak olyan polgárőr egyesület, idézőjelbe teszem, civil szervezet működhet Magyarországon polgárőrségként, amelyik rendőrségi együttműködéssel rendelkezik, tehát van egy kényszer együttműködés ezen a területen a rendőrséggel, szabad csapatok nem működhetnek az országban. A másik követelmény pedig az, hogy az Országos Polgárőr Szövetség tagja kell, hogy legyen ez az egyesület. Tehát közterületen csak olyan polgárőrök teljesíthetnek szolgálatot, akik ennek a két követelménynek minimum megfelelnek. Tehát egy önkéntes bűnmegelőző szerveződésről van szó, olyan emberek a polgárőrök, akik nem hatósági személyek, ez is nagyon fontos, nem büntetnek, nem alkalmaznak és nincs is kényszerítő eszközük, kiképzett civil emberekről van szó, akik tulajdonképpen fél profi bűnmegelőzők. Tehát a legfontosabb jellemzője a magyar polgárőrnek vagy a polgárőrségnek, hogy segít, és ezt szeretném külön aláhúzni, formaruhában. Ugye lehetett látni itt, hogy vannak közöttünk formaruhás polgárőrök, magyar formaruhás polgárőrök, járőrszolgálatot látnak el közterületen, és ezzel növelik az embereknek, a lakosságnak a biztonságérzetét. Tehát a közterületi jelenlétével előzi meg a polgárőr tulajdonképpen a jogsértéseket, és természetesen párbeszédet is folytatnak az emberekkel, a lakossággal. És hát megvan a lehetősége, hogy ha tetten érik a jogsértőt, akkor elfoghatják, visszatarthatják és átadják a rendőrségnek. Nagyon röviden fölvillantanám, hogy ennek a magyar polgárőrségnek milyen jellemzői vannak. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a polgárőrség a magyar rendőrségnek a civil szervezete. Nem jogszabály mondja ezt ki, hanem ezt az Országos Polgárőr Szövetség vezetői és a polgárőr vezetők hangsúlyozzák, hogy mi ezer szállal kötődünk a rendőrséghez, és azt mondjuk, és azt hangsúlyozzuk, és ezt súlykoljuk a rendőrök felé is, meg a polgárőrök felé is, hogy ez a rendőrségnek a civil szervezete, és ezt azért szoktuk kiemelni, mert nagyon sok olyan civil szervezet van, amely más rendészeti szervekhez kapcsolódik, vagy éppenséggel a haderőhöz, a honvédségnek is van önkéntes civil szervezete, a katasztrófa védelemnek is van civil szervezete, és folytathatnám a sort. Tehát ugye önkéntes, ingyenes, egységes ez a polgárőrség Magyarországon, és ami nagyon fontos, hogy pártsemlegesek és politikamentesek vagyunk. Nyitott a szerveződés, tehát aki elfogadja a törvény követelményeit és az alapszabályainkat, azok tagjai lehetnek a polgárőrségnek. Rendkívül fontos, hogy ezek az egyesületek, amelyek ugye a közbiztonság védelmére, a bűnözés megelőzésére szerveződtek, van egy olyan kisugárzásuk is, hogy közösséget formálnak településeken, és nyilvánvalóan hozzájárulnak egy adott településen, az általános morálhoz, hozzájárulnak az általános közérzethez és a közhangulathoz. Amiről még szeretnék szólni, az tulajdonképpen az, hogy klasszikusan először csak is járőrszolgálatot láttak el a polgárőrök, de azóta nagyot változott a világ az elmúlt 24 évben, mert a polgárőreink gyakorlatilag mindenütt ott vannak, a külterületeken, az iskolákban, a nyugdíjas klubokban, lakossági fórumokon. Legutóbb éppen Baranyában jelent meg egy olyan újságcikk, amely azt sugallta és írta, hogy a polgárőrök földön, vizen és levegőben, ez szó igaz értelmében,
igaz, mert ugye nem csak közterületen szárazföldi járőrszolgálatot látnak el, hanem a Balatonon, a Tiszán, a Dunán is, és nyilvánvalóan most legújabban pedig sárkányrepülős járőrszolgálatot is szerveznek, különösen a külterületi jogsértések megelőzésére. Nem beszélve arról, hogy lovaink is vannak, 310 darab lóval rendelkezik a polgárőrség, tehát ebből az következik, hogy lóháton is teljesítenek szolgálatot. Nem ragadom, ezzel csak azt akartam bizonyítani, hogy rendkívül széles skálán végzi a polgárőrség ezt a civil tevékenységet, szinte az egész rendészeti területet lefedi. Nagyon fontos információ, hogy a kormány költségvetési támogatásban részesíti a magyar polgárőrséget. Ha jól számolok, akkor 3 millió eurót kapunk 2014-re, és 2013-ban is 1 milliárd volt a költségvetési, 1 milliárd forint volt a költségvetési támogatásunk, amelyet természetesen igyekszünk az egyesületek részére a működéshez biztosítani. Még arról szeretnék szólni, hogy hát ugye a polgárőrnek milyen jogköre, milyen hatásköre van. Hát a legnagyobb lehetősége az, hogy formaruhában, közterületen járőrszolgálatot teljesített. Mint ahogy szóltam róla, ezzel javítják a lakosság és az emberek biztonságérzetét. Ugye lehetőség van arra, hogy iskolák környékén és balesetek, közlekedési balesetek helyszínén jelzőri tevékenységet végezzenek, szükség szerint irányítsanak forgalmat arra az időre, amire ott felhatalmazást kapott a polgárőr. Felügyeleti központokban térfigyelő kamerák által továbbított felvételeket megfigyelhetik, illetve hát beavatkozásokat és intézkedéseket kezdeményezhet a rendőrség, illetve a rendészeti szervek felé. És ugye az természetes, mert minden magyar és más állampolgárt megillet az országban, hogy a tetten ért jogsértő személyt elfoghatja és visszatarthatja. És hát újabban, most már 2 éve a polgárőr önvédelmi célból, hangsúlyozom, önvédelmi célból vegyi eszközt is hordhat magánál, és hogyha a jogtalan támadás éri, akkor ezzel elháríthatja. Nos, tehát mindezekből látható, hogy ebben az országban, Magyarországon egy jól szervezett, jól szabályozott, speciális civil szervezet van, ez a polgárőrség, amely tulajdonképpen önzetlenségéről és elkötelezettségéről nap mint nap bizonyságot tesz. Ugye szó volt itt az országos főkapitány úr előadásában, hogy karitatív tevékenységet, katasztrófavédelmi tevékenységet is végez a polgárőrség, és tényleg ott vagyunk mindenütt, és ott vannak a polgárőreink az árvízi védekezésnél, a hóviharok elhárításánál, vagy éppenséggel az ipari katasztrófák elhárításánál is. De hát ugye még az is előfordult, nem biztos, hogy mindig népszerűek voltak a polgárőreink, hogy a hajléktalanokat is segítették. Befejezésül 3 mondatot szeretnék felolvasni. Ez a 3 mondat tulajdonképpen politikusoktól, vagy magasrangú rendőri vezetőktől származott az elmúlt időben a polgárőrséggel kapcsolatban. Ugye az egyik mondat az, hogy a magyar polgárőrség a bűnmegelőzés letéteményese. Ugye milyen szép tartalmú mondat ez, hogyha elkezdenénk ezt elemezni, akkor ez egy sikert jelent a polgárőrség szempontjából. Ugye a másik ilyen mondat, amely szintén egy rendőri vezetőtől származik, hogy a polgárőrök a bűnmegelőzés utcai harcosai. Lehet ezen is ugye gondolkodni, és lehet elemezni, azt gondolom, hogy ez is nagyon komoly tartalmú elismerés. És ugye az utolsó pedig, hogy a polgárőrség jelentősen hozzájárult Magyarország közbiztonságához, a kiegyensúlyozott közbiztonságához. Hát kérem szépen, ez a magyar polgárőrség, és mindenkinek ajánlom, hogy ismerjétek, megismerjék meg ezt a magyarországi speciális civil szervezetet, amely véleményem szerint még hosszú távon segítheti
az emberek és a lakosságnak a biztonságát. És még egyszer befejezésül záró mondatként arra szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy én személy szerint és a polgárőrség vezetése is fontosnak tartaná azt, hogy jövőben rendszeresen legyenek ilyen bűnmegelőzési konzultációk, amely elsősorban a civil szervezetek lehetőségeit elemezné, és azokról a tapasztalatokról szólna. Köszönöm szépen a figyelmet!